Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, hanem egy hölgy, egy rendező, aki a Szigeten, a Szabadtéren, megmondom a nevét, már előbb mondtam, Hidvégi Nora, például Fejes Endre Jó estét nyár, Jó estét szerelmet fog rendezni, jól tudom? Igen, de nem a Szigeten, hanem a Városmajori Szabadtéri színpadon. Nem ugyanaz. Mi lesz a Szigeten? A Szigeten próbálok én, és a Városmajori Szabadtérén bemutatok egy Jó estét nyár, Jó estét szerelmet. Milyen dolog egy ilyen fiatal rendezőnőnek hozzányúlni egy darabhoz, ami már legalább olyan idős, mint én vagyok? Mindig megpróbálunk új értelmezést találni, vagy olyat, ami még mindig... Szerintem ez a darab, ez nem múlik aktualitását, nem Szereti veszti. A darabot? Nagyon, igen. Szereti a szereplőket? Tökéletes szereplő. Egyedül választottak ki igen, őket? Igen, aztán vannak még olyan dolgai, olyan dolgot rendezett, a kora hajnalba beolvastam magam, mint hogyha már legalább 50 éve rendezne, de hát még nincs 30 éves szinte. Hát de sajnos az már meg volt a 30. Igen, sok mindent csináltam már. Legutóbb Kassán egy ulickáját rendeztem, az életművésznőket. Előtte... Azt imádták az emberek, nagyon jó volt a kritikája. Igen, is. Nagyon jó volt. Előtte pedig egy Bergmant a personát. Szóval, azt hogy meg, sok én minden. Is láttam. Azt mondja engem, hogy mennyire jó ilyenkor nyáron, amikor hűsítő jégkockák kellenek. Hogy lehet kiválasztani valami olyat, amit könnyen megértenek az emberek, meleg van, jól érzik magukat, dudolva hazamennek, és nem mit tudom én egy Hamlettet. Hát az a helyzet, hogy dúdolva nem fognak hazamenni, mert ez az előadás nem a zenés verzió, hanem Fejesnek az eredeti darabja, amit a regényéből írt. Tehát ez egy prózai darab lesz. De lehet, hogy a zene jut eszükbe nekik. Lehet, de nem valószínű. Ez nem egy könnyed história, ugye ez a történet. Ez egy megtörtént eset alapján írt a Fejes. Egy férfi, aki nőket hajkurászott, és... Ez előfordul a férfiak hát elő, világába. De nem mindegyik öli meg a... Nem illik. Nem illik az egyik hölgyet, az egyik választotta. Ilyenkor, amikor egy ilyen szerepre kell valakit beállítson, akire azért haragszik is. Igen. Hogy tud objektív maradni? Hogy nem az összes dühét teszi bele? Nagyon érdekes, mert pont erről lehet olvasni, hogy a régi feljegyzésekből, hogy ugye pszichológiai vizsgálat nem történt ennél a férfinál a valós esetben, a megtörtént eset után. És pont ezt fejtegetjük napra nap, hogy valószínűleg nem a harag az, ami a legelső reakciója kellene lennie az embernek, hanem a mi érteket megkeresni ennek a főszereplőnek az indítékait, az indítatását a múltjában. Bán Teodóra fesztiválján nem első alkalommal rendez, ugye? Nem, igen. Mit fog jövőre rendezni? Nem tudom, van egy álmom, idén nem jött össze, remélem jövőre összejön. Na akkor halljuk, amit itt elmond ebben a stúdióban, itt egy különleges nem atmoszférák mondhatom, vannak. Nem mondhatom el, mert Teodóra nem mondta, hogy elmondhatom. Zenés lesz? Igen, az zenés. Imád zenés dolgokat rendezni? Nem, soha nem rendeztem még zenés dolgot. Akkor ez biztos sikerülni fog. A jövő évi? Igen, de ez is most sikerülni fog, mert Fejesen de egy kiváló szerző. Igen. Ez egy, ha nem zenés, akkor is nagyon tartalmas, nagy üzenetei vannak. Igen. Kiket szeretne látni ott a nézőtéren? Kinek szól ez a nem zenés Jó estét nyár, Én jó nagyon estét, szeretném, szerelem. Ha fiatalok jönnének elsősorban, mert az üzenet az hogy... Nem az a van, amit látunk elsősorban, hanem ugye a mögöttes helyzetek, tartalmak, azok sokkal fontosabbak, és ez a darab ez abszolút ezt leképzi. Amikor ezt a darabot megrendezte, azért szerepet játszott az is, hogy ön egy rendezőnő, hogy álljunk azokhoz a nőkhöz, akiket hajkurászunk? Természetesen.
Tehát megpróbáltuk. És hogy álljanak a nők azokhoz a férfiakhoz, akik minket hajkurásznak? Hát igen, mert ők legalább annyira hibásak, ha engedik hajkurászni magukat, nem a megengedett formában, nem? Hát ez az, igen. Gyermekei száma? Egy. Fiú vagy lány? Ráhel. Lány. Ráhel. Gyönyörű név, az igazi Ráhel. Tudják, ahogy elindulunk Jeruzsálemből Betlehem felé, ott van Ráhel sírja, a szülőnek sírja, és az egyik legszebb női név. Na persze azért még vannak szép női nevek, most nem fogom sorolni. Gratulálok a névválasztáshoz. A kislánya el fog menni megnézni a darabot? Igen, eddig mostanit is megnéztem, amit Kassán rendeztem, ő nagy rajongom, úgyhogy el fog jönni. Mivel foglalkozik a kislánya édesapja? Festőművész. Hát akkor el tudom képzelni, hogy ő hogy festi önt le. Van olyan kép önről, amikor haragszik és nem mosolyog? Nincs. Előfordul a nap 24 órája, vagy valamiért haragszik? Igen. A minap olvastam egy színésznő, aki már nem színésznő, egyik művét, amiben a rendező a sötétből felkiabáló pont-pontnak nevezte. Nem szoktam kiabálni fölöslegesen. És soha nem felejt senkit a színpadon sem. Nem. Tehát akkor tudjuk, hogy fejesen, de jó estét nyár, jó estét szerelem. Igen. Nem a szigeten, ott csak próbálnak, ott szeretgeti a színpadot, és vágyik arra, hogy legközelebb ott adjon Igen. elő valamit, hanem a Városmajorban pontosan mikor? Július 18-19. Na de már alig lehet jegyet kapni, akkor mi lesz? Lesz egy matiné műsor? Remélem, egy pótelőadás is lesz. Kedves nézőim, ennél remekebb végszót nem is kaphattunk volna. Hidvégi Nórától, aki a szabadtéri fesztiválon, a Városmajorban megrendezi Fejes Endre. Jó estét nyár, jó estét szerelem. Érdemes elmenni, érdemes megtanulni, hogy hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk. És tudjuk azt, hogy a nőknek is van felelőssége, de férfiaknak nekünk is bőven van. Gratulálunk a lánya nevének a választásához és Ráhelhoz. Bízom benne, hogy ő is értékelni fogja a darabot. A pontos idő 8 óra, és ha 8 óra, akkor következik a mindentől független híradónk. Szeressenek minket, támogatást nem kérünk, csak annyit, hogy meséljék el szomszédaiknak, hogy hol van az a csatorna, amelyik Magyarország egyetlen független híradóját közvetíti, és beszélgetéseit. Tartsanak velünk, a híradó után jövünk vissza.